Szorosan indult a Spartacus Vojput és a pozsegai szloga összecsapása Szabadkán. A mérkőzés első találatát Podpara révén a hazai csapat szerezte meg, ám a vendégek gyorsan kiegyenlítettek. A fejfej melletti állás egészen az első félidő közepéig tartott. 15-13-as állásnál azonban beindult a szabadkai gólgyártás, és a szünetre 6 gólos különbség alakult ki a Spartacus Vojput javára. A közönség egy része már a félidőben elkönyvelte a hazaiak győzelmét, azonban a szloga játékosai ezt másként gondolták, és mindent egy lapra téve vágtak neki a második játékrésznek. A pozsegai csapat jó védekezése mellett a támadásban is remekelt. A mérkőzésen 11 gólig jutó Krszmáncsics vezényletével az összecsapás 38. percében a szloga kiegyenlítette az állást. 22-22 után jött is a szabadkai időkérés, amely eredményes volt, hiszen a Spartacus Vojput percek alatt visszaszerezte a több gólos előnyét, amit a mérkőzés végéig már nem engedte ki a kezei közül. A Spartacus Vojput végül 37-30-as győzelmet aratott a szloga csapata ellen. A hazai együttes legjobb játékosa György Gyekic volt, aki 7-szer vette be az ellenfél kapuját. Pojedinci su stvarno dali sve od sebe, pre svega u odbrani, zaustavili su tu par napada, vezali smo neke lake golove i usledila je ovaka završnica, da kažem, sa jednom lepom razlikom i da ne kažem zasluženom za nas. Slaviša Lakovic, a Spartacus Vojput vezetőedzője szerint csapata védekezésén van még mit csiszolni. Jedna tvrda, jaka utakmica. Vidjelo se da smo mi ipak fizički spremnija ekipa, gdje smo i u rotaciji sigurno kvalitetniji od sloge i uspjeli na kraju da triumfujemo ovim visokim rezultatom. Alekszandár Szavitja szloga trénere csapata nagyarányú vereségének okát a játékos keret hiányosságaiban látja. Taktika je morala da se promeni, zato što smo došli u redukovanom sastavu. Apsolutno nemamo kružnog napadača i bio je još jedan igrač povređen. Jednog nismo uspjeli da licenciramo, došli smo malo, kažem ponovo, u jednom nekompletnom sastavu i bilo je tako kako je bilo. Győzelmét követően a szabadkai Spartacus Vojput 21 ponttal továbbra is a negyedik a Superligában, a pozsegai szloga pedig 17 ponttal a tabella 5. helyén áll.